Rengeteg rendőr volt a Szekszárdi Béla király téren már fél órával a flashmob előtt is. Az egyenruhájuk miatt ekkora vendégek még nem sejtették, hogy hamarosan produkciót mutatnak be. Nagyon-nagyon szépen kérem, mindenki tényleg komoly a helyzet. Egyszer csak a színpadon bemondták, hogy a tömegben eltűnt egy kisfiú. A rendőrök azonnal keresni kezdték. A fiú néhány perccel később meg is lett, a legmagasabb rendőr találta meg. Felkísérte az országzászlóhoz, és ekkor jött, amire senki nem számított. Az egyenruhások táncba kezdtek egy alaposan begyakorolt koreográfia alapján, a nézők pedig imádták a látványt. A különböző tolnamegyei kapitányságokon szolgáló rendőrök hónapokon keresztül készültek a produkcióra. Megyei rendőrfőkapitányságról, Szekszárdról, Bátaszékről, illetve egyéb városokból is jöttek hozzánk. Hát ez a kezdeményezés ez tavasszal kezdődött, meg akkor ötlött ki az agyunkból, hogy valamilyen módon, rendhagyó módon kellene népszerűsíteni a rendőrségnek a munkáját, illetve a rendőrséget, mint szervezetet. A szolgálattételük mellett a flashmobban résztvevő rendőrök hétről hétre gyakoroltak. Volt, hogy valamelyik kapitányság udvarán, egy nagyobb tárgyalóteremben, vagy éppen otthon egyedül. Volt egy nagyon jó koreográfusunk, őt úgy hívják, hogy Máténé Szentes Bianca, ő az egyik kollégánknak a felesége, tehát ő nem közénk tartozik, hanem egy másik szervezetnél dolgozik, egyébként óvónőként. Ő volt az, aki segített nekünk ebben a felkészülésben. A rendőrök végül több táncot is bemutattak, a flashmob végén pedig egy-egy papírait betűt maguk elé tartva, mi értek szolgálunk feliratot mutattak a nézőknek, amit ők percekig tartó üdvrivalgással és tapssal ismertek el.